Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit. Hatodszor jelentkezünk Nemesócsáról. Véget ért a Nemesócsa és a Ferencváros öregfiúk mérkőzés, de hát az eredmény nem annyira fontos, de a szurkolóknak igen. Ugye itt van mellettem régi barátom, Volec Imi, lehet, hogy így nem nagyon ismerik, de azt mondom, hogy rövid gatya Imi, akkor mindenki tudja, hogy kiről van szó. Az egyik legnagyobb szívű fradista. Hát Imikém, megleptél, hogy itt vagy, illetve nem lepődtem meg, hogy itt vagy. Hogy érezted magad Nemesócsán, és hogy tetszett a mai fradi? Először is bemutatkoznék, Uleci Mehővigatya vagyok. Hát nagyon tetszett a Ferencváros, hiszen azt tudni kell, hogy 5-ször a Zsinóban bajnokot lettünk. Egyben megtiszteltetést állhatok itt Nemesócsán, igaz, hogy kellek hazájában egy ilyen jó mérkőzésben részt venni, mint szurkoló. Hát igen, az egy rendes szurkoló, ugye, mert előbb legurított még egy felest egy újpesti drukkerrel, aki a szakács volt, úgyhogy erős karcsi a nagybácsia Iminek, tehát ilyen értelemben a fradi újpest rivalizálás a saját bőrén érzi mindig. Na de visszatérve erre a mai gesztusra, erre a mai mérkőzésre, ugye az volt a lényege, hogy egy ilyen kis faluba is eljött a fradi. Én föltettem ezt a kérdést a Bánki Dodinak is, meg a Szenes Sanyinak is, fölteszem neked is, Imikém. Lehet, hogy kiütöm a biztosítékot, de nincs Nemesócsa és ilyen hasonló kis faluk nélkül sem Ferencváros, és talán még a Manchester City se. Egyetértesz ebben, hogy alulról kell építkezni a fociban? Az életben egyetlen egy dolog a lényeg, hogy kis dolgokkal kell indítani a nagyot, és nem is ezzel értek egyet, de egy dolgot értek az életben, hogy alulról kell építkezni. Amúgy ez egy óriási nagy megtiszteltetés számomra, hogy 90 óta szurkolok a Fradinak. Első meccsem 90-ben pont egy újpest Fradi volt, és óriási megtiszteltetés, hogy igaz, Kükeleget is láthattam, meg Pinta Attilát is. Igen, Pinta Attila most sérült, sajnos nem lehetett itt. De hát most még visszatérve a mostani Fradira, ugye. Te hogy látod ezt, mint benfentes és törzs szurkoló? Megkérdeztem a Szenes Sanyitól is. Ugye nagyon nehéz, mert eredménycentrikus mai foci. De hogy látod ezt a szituációt, hogy én azt gondolom, hogy a Ferencváros még népszerűbb lehet, ne? Ha még több magyar lenne a csapatban, te ezt hogy látod? Én megmondom nektek az igazat, hogy nem tudom bántani senkit se. Szerencsére rengeteg jó fiatalunk van. Lásd Lisztes Krisztián, minden embernek azt tudom mondani, függetlenül, hogy azt mondják, hogy sokan égel. Azért bizonyította a kis Lisztesem, hál' Istennek, hogy sok magyar van, és pazar játékosaink. Hát így van, ugye most már ott van a Barát Peti is, a Varga Barnus is, tehát senki nincs a külföldiek ellen, nem erről van szó. Tehát mondjuk azért, hogyha a Dibusz, Pászka, Botka, Varga, Lisztes, Barát, az már jól hangzik, sokkal jobban, mintha bárki más játszana. Ez a fradi szív hozzátartozik, hogy magyarok vagyunk. Sőt, jobbat mondat neked a Leverkusen ellen, bemutatkozott mondta Balázs is. Bocs, hogy le kell oltanom téged. Köszönöm szépen, igen. Vannak magyarok a Fradiban, hála jó Istennek, Ferencvárosnak nagyon jó fiataljai vannak. Most jött Halmai Ádám is, és Barát Peti is aláírt, Varga Barnabás is, sőt, volt szerzett Varga Barnabás a Litvánia ellen, nem is akármilyen pazagóra mutatkozott be. Hál' Istennek a Ferencvárosban rengeteg külföldi játékos mellett, sok jó magyar játékosunk van, lásd Lisztes Krisztián. Így van, és na még egy kérdés, miként bejutunk a BL csoportkörbe? Én már mondom neked az igazat, hogy be fogunk jutni a bajnokok ligájában, és egy életen át Ferencváros, és hajá, Frankó TV, Ernő barátom. Köszönjük szépen, Imi, hát a törzsszurkolók higgyünk, most már engedlek, mert rengeteg itt a barát, és még talán fényképezkedni is akarnak még veled is, lehet, hogy még aláírást is akarnak valami hölgyek. Hát aztán legközelebb találkozunk majd az Imivel az igazi műfajában, amikor a jeges vízbe fogunk interjút csinálni. Nem tudom, hogy én hogy fogom bírni, de majd az Imi segít. Egyben mindenkit szabadon fogunk, még elő barátomat is. Nekem óriási megtiszteltetés, hogy ilyen embereket ismerhetek. Szerencsére nem ismerünk senkit, de szaván fogjuk. 0 fokos vízbe meg vagy hívva most élő adásban. Oké, legközelebb ott találkozunk november-december környékén. Volec Imi, rövid gatya. A Ferencváros. Olyan Magyarország. Köszönjük, hajrá Felvidék. Köszi.